Köszönjük szépen a lehetőséget. Készfogása az együttműködési megállapodás aláírása után néhány napja egyezett meg Szekszárd polgármester és a Magyar Íjászszövetség elnöke arról, hogy a város melletti sötétvölgyi erdőben jövőre háromdimenziós íjászvilágbajnokságot rendeznek. A szervezők nagyjából 700 nevezőre számítanak, sokan közülük a szakák fellegvárainak számító Olaszországból, Franciaországból és Hollandiából érkeznek majd. Ez azt jelenti, hogy a kísérő személyzettel együtt nagyjából 1000 fő látogat 6 napra Szekszárdra. Nekünk kötelességünk minden lehetőséget megragadni, amikor a város egy kicsit meg tudjuk azt mutatni, mire képes egy 33 ezeres megyeszéken, mint Szekszárd, és egy ilyen világeseménynek a megszervezése, lebonyolítás az mindenféleképpen egy ilyen célszolgáló esemény is lehet. Azonban egyik oldal a lehetőség, a másik oldal pedig a hatalmas feladat. Komoly kihívás elé fog bennünket állítani, különösen a szálláskapacitás szűkös volt amiatt, de hála Istennek több mint egy évünk van még arra, hogy erre a versenyre felkészülünk, és miután az idei esztendőben lesz már egy kb. 5-600 fős sportesemény itt Szekszárdon, reméljük, hogy az ott tapasztaltak alapján még jobban fel tudunk készülni arra, hogy egy ilyen világesemény, ami azt gondolom, hogy város életében nem adatik meg minden esztendőben, megfelelő minőségben bonyolítsunk le, ez pedig a város jó hírét mindenképpen viszi. Nem csak kulturális események vannak Szekszárdon, hanem sportesemények is. Világbajnokság sajnos kevés, de most az első lépést megtesszük azon az úton, hogy a jövőben, hogyha ezt jól fogjuk megszervezni, biztos vagyok benne, hogy más sportágok is meg fogja találni Szekszárdot, és akkor a jövőben még több ilyen sporteseménynek lehetünk házigazdái. A versenyprogram szervezésében és a lebonyolításban is oroszlán részt vállaló Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke szerint az, hogy Szekszárdon a világ több mint 20 országának legjobb íjászai lőnek majd, sporttörténelmi jelentőségű lesz. Én úgy gondolom, hogy ezzel az eseménnyel kicsit történelmet írunk Szekszárd sporttörténelmében, mert ilyen rangos nemzetközi sportesemény nem volt még Szekszárdon vagy környékén. És nagyon örülök neki, hogy ennyire jól áll hozzá a város és a környék is, mind sportok, mind magánszemélyek, mind pedig a városvezetés. A szekszárdi rendezés kifejezetten kedvez majd a hazai versenyzőknek. A szövetség nem titkolt célja ugyanis, hogy minél többen tudjanak indulni a magyar élvonalbeli mezőnyből. Több száz magyar versenyző is részt tud venni, és a költségeik ezzel a költségeik a töredéke tud lenni annak, mint hogyha mondjuk a világ másik részére kellene, hogy utazzon. Tehát ez egy ilyen támogatás, amit a szövetség szem előtt tart, és ezért is vállalunk be nemzetközi versenyeket leginkább, hogy lehetőséget tudjunk biztosítani a saját versenyzőinknek. Az íjászvilágbajnokságot a tervek szerint egy év múlva, jövő augusztusban rendezik meg Szekszárdon.